Ma már a legtöbb szálláshelyen lehet szép kártyával fizetni, a magyarok előszeretettel választják utazásaik során ezt a fizetési módot. Szakértők szerint töretlen a juttatási forma népszerűsége, ezt a legfrissebb adatok is alátámasztják. Az idei kutatásunk alapján az évi nettó átlagos kafetéria keret az 337 ezer forint volt. Ennek az összegnek nagy része Széchenyi pihenőkártyára kerül a tapasztalataink alapján. Ez az összeg 2021 óta folyamatosan növekszik olyan 5-10% közötti mértékben. Én 2025-re is hasonló mértékű növekedést várok a kártyafeltöltésekre. A nemzetgazdasági miniszter megállapítása szerint a szép kártyákon jelenleg is közel 100 milliárd forintnyi szabad forrás érhető el. A kedvezményes adózású juttatás maradéktalan felhasználása és gazdaságba juttatása érdekében szükségszerűnek mutatkozik a szép kártyák digitalizálása, vagyis hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Mindez jelentősen ösztönözheti a felhasználást. Kártya digitalizációjától is azt várom, hogy hasonlóan meg fogja könnyíteni a munkavállalóknak, hogy felhasználják a kártya egyenlegüket, így ők többet tudnak, könnyebben tudnak majd költeni, kevesebb lesz a beragadt összeg a határidőkig, és természetesen így a munkáltatók számára is népszerűbb lesz ez a juttatás. Fata László hozzátette, a legnépszerűbb felhasználási terület az étkezés, ételkiszállítás. Második helyen szerepel a szálláshelyek igénybevétele, de felhasználható még kulturális, sportolási és rekreációs területeken is. Ugyanakkor a kártyatulajdonosoknak figyelniük kell, mert ha az összegeket nem költik el a feltöltés dátumát követő egy év eltelte után március 20-ához vagy szeptember 20-ához legközelebb eső határidőig, akkor a szolgáltató 15% költséget vonhat le.